Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a heti mérleget látják. Adásunkban számba vesszük és elemezzük a hét legfontosabb bel- és külpolitikai eseményeit. Ezúttal is elsősorban a menekült kérdéssel és az arra adott válaszokkal foglalkozunk, ugyanis nem telt el nap anélkül, hogy ne törtek volna ki a migránsok. Ezrével jöttek a menekültek az elmúlt héten is Szerbiából Magyarországra. A hatóságok a Röszke melletti vasúti síneken tartóztatták fel az illegális határátlépőket. A gyűjtőpontról autóbuszokkal szállítják a migránsokat az új regisztrációs befogadóponthoz. A járművekre az embertömeg miatt nem egyszerű feljutni. A buszra várakozó menekültek a héten többször is áttörték a rendőrsorfalat. Voltak olyan migránsok is, akik az autópályán gyalogvágtak neki az útnak, hogy eljussanak Budapestre, onnan pedig Nyugat-Európába. A hétvégére már 4300 magyar katona teljesít szolgálatot a déli határnál. Vendégem a stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő. Jó estét kívánok! Szép estét! Amióta tart ez a menekült hullám, rengeteg híresztelés, hírek és híresztelés, hogy direkt így fogalmazom, látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy érkezhetnek-e vagy érkeznek-e terroristák esetleg az iszlám állam.